Hiába javulnak az orvostudomány lehetőségei, a magas vérnyomás betegségben érintett páciensek száma egyre csak nő, közölte dr. Sánta János kardiológus. A hipertónia egyik típusa, amikor valamilyen konkrét szervi megbetegedéshez tudják kötni az orvosok, például vese, ideg- vagy érrendszeri megbetegedéshez. A diagnosztizálás után ezek viszonylag egyszerűen gyógyíthatók, ha a kiváltó okokat megszüntetik, tette hozzá az orvos. Ami miatt ez a szám növekszik, annak elsősorban a civilizáció az oka. Természetesen, hogy ha valaki magas vérnyomásos lesz, abban szerepet játszanak bizonyos genetikai öröklött tényezők, a családi halmozódás az erre a betegségre is jellemző. De mi pedig a mai felfokozott életformánkban nem fordítunk egész sok figyelmet az egészségünkre, egészségtelenül táplálkozunk, nem figyelünk oda a testsúlyra, kevés a testmozgás, amivel a magas vérnyomás megelőzhető lenne. A kardiológiai vizsgálat során egy részletes állapotfelmérés történik, életmódbeli tanácsokat kap a páciens, alapvető egy EKG vizsgálat, amely a szívműködést kísérő elektromos tevékenységről ad képet. Terheléses EKG során a páciens kerékpározik, ilyenkor a karra egy vérnyomásmérőt, a testre pedig elektródákat helyeznek. De a vizsgálat része lehet a szívultrahang, a 24 órás vérnyomásmérés, vagy akár egy szív-MR. Főleg az, akinek a családjában szívbetegség, magas vérnyomás vagy cukorbetegség fordul elő, az legalább háziorvosi szinten évente menjen el egy szűrésre. Az orvos tapasztalata szerint, ameddig valaki egészséges, addig kevesebb figyelmet fordít a szűrővizsgálatokra, pedig a fiatal korosztály is egyre inkább érintett. A szövődmények között pedig olyan súlyos betegségek szerepelnek, mint a stroke vagy a szívinfarktus. A fiataloknak is oda kell figyelni az olyan tünetekre, hogyha egyre gyakrabban jelentkezik fejfájás, szédülés, látászavar, gyengeség, fáradékonyság, ezek mind lehetnek a magas vérnyomás tünetei. Ilyen esetben is minden iskolában, kollégiumban ott van egy vérnyomásmérő, pulzust meg lehet számolni, vérnyomásnaplót lehet vezetni, és ennek alapján idejekorán felismerhető lehet még a magas vérnyomás betegség. Van olyan eset, amikor valaki 10-15 kg-os fogyás után akár a gyógyszeres terápiáról is lemondhat, de kigyógyulni sajnos nehéz ebből a betegségből. Az orvosok tanácsaival leginkább a beszedett gyógyszerek mennyiségét lehet csökkenteni. A magas vérnyomás világszintű probléma, nemzetközi összehasonlításban a kardiovaszkuláris, vagyis a szív- és érrendszeri betegségek tekintetében Magyarország nagyon rossz helyen áll, tette hozzá Sánta János.